1945. március 22-én 12 székesfehérvári polgárt lőttek agyon szovjet katonák a Rác utcában. A 67 évvel ezelőtti tragédia helyét ma emlékmű őrzi, tisztelegve az értelmetlen halált halt áldozatok előtt. Itt tartottak délelőtt megemlékezést, több tucat ember gyűlt össze, köztük az áldozatok családtagjai, leszármazottai és a terület önkormányzati képviselője. 1945. március 22-én 12 székesfehérvári civil áldozattal megtörtént ez a tragédia a Rácz utcában. Az itt élők és a hozzátartozók mindig jönnek és megemlékeznek. Én örülök, hogy most már évről évre egyre többen vagyunk, és mindenki jegyzi és megjegyzi és jön emlékezni erre a szomorú teljes eseményre. Fiatalok és idősek is voltak az ártatlan áldozatok között, köztük Vencelné Máté Erzsébet nagyszülei is. Ő édesapja elmondása alapján emlékszik vissza a történtekre, mely meghatározta egész családja későbbi életét. Mécses gyújtott a mészárlás helyén nagyszüleire emlékezve. Előtte pár nappal jöttek ide a Rácz utcába, előtte máshol voltak, és nem gondolták, hogy itt ez lesz a végpont a háború vége előtt. Egy nappal, tehát még ha egy-két napot megúsztak volna, akkor nem így történt volna ez az egész. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. A családtagok és a város képviselői mellett a szerb kisebbségi önkormányzat is koszorút helyezett el a Rácz utcai templom mellett. Ezt követően közös imádsággal és egy emlékmisével rótták le a tiszteletüket az áldozatok előtt az összegyűltek.